2001-től volt köztársasági elnök, amikor még a Fidesz kormány jóvoltából pályázatot nyertünk, és sikerült megvenni a főtéren álló volt Drusba szállodát, leánykori neve Grand Hotel Royal, amit ugye az 1800-as években építettek, és felújítottuk, és az átadásra jött. Ebben az időszakban zajlottak azok a tárgyalások, amikor a Beregszázi testületben még többségben voltak a Beregszázért égő szívek, és megszavazták, hogy átadják nekünk az épületet, és egy napra esett ez, és így Madl Ferencet a mi épületünk keresztapjaként is tisztelhettük, vagy tiszteltük is, aki olyan fontosan vette azt, hogy az épületvel foglalkozni kell, mint egy rendes keresztülőnek, hogy amikor egy év múlva el akarták tőlünk venni az épület tulajdonjogát, és ez egybeesett azokkal az eseményekkel, amit narancsos forradalomnak hívunk, és ment tárgyalni Kijevbe, akkor felvetette ezt a kérdést. Felvetette egy olyan magyarországi kormány is, szemben is, akik erről le akarták beszélni, és annyira jogtisztelő személy volt, hogy maga szeretett utána járni a dolgoknak, és felhívta az intézményt vezetéskes telefonon, hogy kérdezze, hogyan áll ez a tulajdonjogi helyzet, mert ő mindig a jog talaján állt, és tudta, hogyha valamit jogosan valaki megkapott, azt elvenni jogállamban nem szokták. Másnak nevezik azt az államközösséget, ahol ezt elveszik. És ezt a kérdését felvetette még Washingtonba is, és szerintem ez is közrejátszott abban, hogy a narancsos forradalom utáni pillanatokban az Ungvári Fellebbviteli Bizottság, vagy Bíróság visszaadta az épület jogtulajdonát az intézményünknek, mert a Beregszázi Bíróság az úgy ítélkezett, hogy mi nem voltunk jelen a tárgyaláson, a mi véleményünket nem hallgatták meg, és így a felperes és az alperes egy személyben a város akkori képviselete volt, és így vették el tőlünk az itteni jogtulajdont. De utána sem fél szemét mindig rajtunk tartotta, mert például nem kaptunk támogatást, mert abban a korszakban, tudjuk, hogy 2006-tól ebben a 10 évben a Gyurcsány kormány idején mi persona non grata voltunk a pályázatok kapcsán, és az intézmény nagyon nehezen élt. A tandíjakból éltünk, és kisebb adományokból, közben pedig itthon is szorításban voltunk, mert a szerződés szerint vállalnunk kellett a felújítást, és azt találtuk ki, hogy városokhoz fordulunk, meg a világ magyarságához, meg nem csak magyarságához, és aki felújít egy termet, arról nevezzük el. Így lett nekünk több mint 120 szponzorunk, és jótékonysági koncerteken gyűjtöttünk a főiskola belső renoválására, és itt mindig segített Mádl Ferenc is, és a kedves felesége Mádl Dalma asszony, akinek ezúton is köszönöm, hogy elvállalták a fővédnökséget, odafigyeltek, és szemmel tartották a mi épülésünket, növekedésünket, fejlődésünket, és ezt nem felejtette el akkor sem, amikor meghalt, mert előtte a végrendeletében 6 millió forintot hagyott az intézmény felújítására, hogy ne kerüljünk olyan helyzetben, hogy a felújítás hiányába valaki találjon jogalapot az épület visszavonására. Azt gondolom, hogy igen-igen nagy formátumú jogtudóst vesztettünk személyében, és számomra szinte hihetetlen, hogy 10 év eltelt. Nekem úgy tűnik, mintha még itt lenne közöttünk, vagy időnként a rendezvényeinken megjelenő Mádl Dalma asszonyon keresztül üdvözöl és érdeklődik minket. Halkszavú, de a halk szó mögött az volt, hogy tekintélytisztelő. Tehát az ember ránézett, akkor érezte, hogy ez a halkszavúság, ez abból fakad, hogy ő nagyon is két lábon, egyenesen
és áll a földön, és amit ő mond, annak olyan szava van, hogy mindenkinek oda kell figyelni. És szinte kisdiákként éreztem magam mellette, amikor az átadásra került a sor, és úgy megvillant a gondolataimba, hogy valószínűleg jó lett volna diákjának lenni, hiszen aki ilyen személyiség és így sugároz, az biztos olyan tudással rendelkezik, ami egy életen át diákjainak megfelelő muníciót ad ahhoz, hogy kiteljesedjenek. És a mi diákjainknak is példaképe lehet, ezért kezdeményeztük, hogy elhelyezzünk egy emléktáblát, amit önerőből nem tudtunk volna megtenni, így köszönöm a Beregszázi konzulátusnak, akik támogatták akkor.